Békési Könyvtár vezetője itt van. Köszöntsük őt! De nem csak ezt akarom elmondani, hanem azt, hogy ott az előadás végén szóba került, és a Békés polgármestere megígérte, sőt, fölvállalta, hogy szobrot állítanak, nem szobrot, de szobrot állítanak nem Püski Sándornak, hanem a püski házaspárnak. Nyilván ez egy nagyon komoly anyagi megterhelés, erre ők nem kértek, de azért én felmondom. Aki bármilyen formában tud nekik segíteni, én nem tudom milyen formában lehet, de bármilyen formában keressék meg a békésséget, mert megérdemlik. És akkor most fölkérem a következő előadónkat, Kisgyé Csabát. Tisztelt emlékező gyülekezet! Én előadásomnak az a címe, hogy a harmadik Európa tragédiája. Harmadik Európa nem első és nem is második. Nem Mito-Európa és nem is Kelet-Európa. Ez egy ritkán használt terminus, megkerüli a nyugat-kelet felosztást. Térségünk útjának néhány tanúságáról szeretnék röviden szólni, kétkedve és némi borulátással, mert ismét sok időt vesztettünk, nemzetközi geopolitikai helyzetünk alapvető sajátosságaival, mintha nem akarnánk szembenézni. Három Európa, Szűcs Jenőnek a nevezetes könyvét, ami annak idején a Bibó emlékkönyvben jelent meg, nevezetes tanulmányát. Franciául így fordították le, hogy három Európa, hát ez a harmadik Európa, ez a milyenké. Két idézettel szeretném kezdeni. Az egyik 1939. júniusi előadásból, Szabó Zoltán előadásából. Így jellemzi térségünk népeit. Nem egymásban találják meg a szabadságukat és erejüket a nagy népek ellen, hanem a nagy népek pártfogásában keresik, idézőjelben szabadságukat, egymás ellen. És akkor következik 1939. szeptemberre, néhány hónappal később, egy lengyel írót idéznék, Stanisław Vincenzet, aki 6 évig lehetett Magyarország vendége II. Világháború alatt. Ő azt írja visszaemlékezésében ezekről a szeptemberi napokra, idézem, két hatalmas rendszer, bár addig, mintha halálos ellenségek lettek volna, szövetkeztek egymással, nem másért, csak éppen azért, hogy szétszaggassák és megfojtsák hazánkat. Idézet vége. 1944-et is érdemes fölemlíteni, augusztus 1-jét. Ez a lengyel az varsói fölkelés kitörésének a napja. Számomra a varsói fölkelés Közép-Európa sorsának a metaforája. Varsói fölkelés augusztus 1-i napját közös közép-európai emléknapnak tartanám. Ugyanis kitört a varsói fölkelés, ugye hosszú idő alatt készült erre a honi hadsereg, hogy felszabadítja Varsót a német megszállás alól. Közben, mint tudják, megérkezett a szovjet vörös hadsereg a Visztulához, és megvárták, amíg vérbe folytják a lengyelek szabadságharcát. Nem akarták semmiképpen, hogy Lengyelország saját maga szabadítsa föl saját magát. Ugye a lengyel ellenállási mozgalomnak az otthoni 16 kitűnő vezetőjét lépre csalták, és 45 áprilisában Moszkvában ítélték el, halálos ítélet nem volt, és ugye olyan indoklással, hogy hiszen ezek az emberek a londoni kormánynak a tisztviselői, vezetői, katonai vezetői a szovjet parancsokat nem vették figyelembe. Kérem szépen, én csak tízéseket szeretnék mondani, az idővel spórolva, néhány tézis következőben. Az első tézisem, hogy Magyarország nem sziget, és a magyar helyzet nem kivételes helyzet. Mi magyarok szeretünk kivételesek lenni, teljes mértékben különbözni. Nem, kérem szépen, még a nemzeti tragédiák sorozatával sem vagyunk kivételesek Közép-Európában. Tessék egyszer megkérdezni egy szerb embert, egy lengyel embert, egy horvát embert, hogy gondol történelmi múltjára vissza.
nem tragédiák sorozatának gondolja-e? Azt hiszem, hogy igen. Ugyanakkor Magyarország 1000 szállal kapcsolódik, tehát nem sziget, azért sem, mert 1000 szállal kapcsolódik ehhez a szomszédsági környezethez. Történelmi szálakkal, de ha úgy tetszik, a vízhálózattal. Ugye Magyarország vízi állományának jelentős része ugye a szomszéd országokból érkezik ide. A folyóvölgyek ugye Szlovákiában mind északról délfelé nyílnak. Valahogy az együttműködést üzennék ezek a földrajzi tényezők. És természetesen alapvető fontosak a párhuzamok, ez a másik tézis, tehát nem sziget Magyarország, a másik pedig, hogy rengeteg párhuzam van. Demográfiai katasztrófát emlegette valaki joggal mai tanácskozáson, hát kérem szépen a demográfiai katasztrófa, ha megnéznék Horvátország helyzetét az elmúlt évtizedekben, én 5 évig tanítottam Zágrábban, emlékszem, amikor a horvát megyéknek a többségét feketével jelezték, háromnegyedét, ahol deficit van, ahol csökken a lakosság. De ezt el lehet mondani Csehországról, egész Közép-Európára jellemző ez, és eltérően ugye Nyugat-Európától, ahol óriási nagy migrációs bevándorlás volt évtizedek óta, itt még ez a migrációs bevándorlás tetszik, nem tetszik, előttünk van. Megint hasonló a helyzet a szomszédországokban is. Szó volt ma már az energiabiztonságról, sokkal jobban a mi országaink Lengyelországtól, Horvátországig és Romániáig sokkal jobban kiszolgáltatottak energia szempontból. Tehát ez egy nagyon lényeges kérdés, és lényeges kérdés az agrárium helyzete is. Hát Lengyelország sokkal jobb megállapodást kötött az Európai Unióval, hát tessék elmenni bármelyik piacra Lengyelországba, én tavaly ezt többször megtehettem. Na most, ami megint összekapcsol bennünket a térséggel, de csak részben, ez pedig a nemzet és állam fogalmi feszültsége, vagyis nemzet nem egyenlő állammal. Én azt tudtam mondani, hogy a közép-európai nemzetfogalmat úgy lehet jellemezni, hogy kettős természete van. Van egy politikai természete is, vagyis ugye állam egyenlő állampolgárok egységével, de van egy kulturális nyelvi természete, vagyis nemzet egyenlő azt a nyelvet beszélőknek a közösségével. Nem egy magyar sajátosság. Valóban a visegrádi országoktól különbözünk ebben, de Dél-Kelet-Európában rendkívül hasonló a helyzet. Én azt nagyon sok lengyel újságíró kérdésére elmondtam, amikor a kettős állampolgárságról kérdeztek, hogy nem egy magyar sajátosság. Ugye mindenki tudja talán, hogy Bosznia-Hercegovinában bosnyákok, horvátok és szerbek élnek. Kérem szépen, minden boszniai horvátnak horvát állampolgársága van. Minden boszniai szerbnek, ugye a Republika Srpska lakóinak szerb állampolgárságuk van. Tehát ez egy adottság ezekben az országokban, vagy ha a Horvátországot nézzük, ugye rendkívül sok határon túli horvát rendelkezik horvát állampolgársággal, sőt ugye mondjuk van a horvát száborban is, most én nem tudom pontosan az arányokat, képviselőket küldtek. Úgy érdekes, hogy ezeket a tapasztalatokat jobban kellene ismerni, és hát az egész délkelet-európai térség bizonyos tekintetben hasonlít hozzá. Következő tézisem. Összekötnek bennünket az előítéletek is. Milyen előítéletekre gondolok? Kétfélére. Egyrészt a kölcsönös előítéletek, ahogy látjuk egymást, ha úgy tetszik a 19. századi nemzetté válás óta, amit megerősített az első világháború propagandájának az előítéletrendszere. Ezt még mostanában is, amikor ugye Magyarországot kritizáló írásokat lehet olvasni a közép-európai sajtóba, előjönnek ugyanazok a sztereotípiák, ugyanazok a klisék, amik például ugye annak a híres Masaryk Benesféle 1917-es röpiratban. De kérem szépen, van egy nyugati előítéletrendszer a mi országainkról, egy továbbra is megvan ugye egyfajta furcsa lenézés, egyfajta egzotikumként kezelik a mi országainkat,
ne dicsekedjünk nagyon azzal, hogy most azzal kezdődött Magyarország Európai Uniós elnöksége, hogy mennyire bíráltak bennünket, ugye például a médiatörvény miatt. Én 2009 elején Prágában is tanítottam, és Prága, akkor Csehország volt az elnök, és kérem szépen ugyan ezeket nagyon hasonló kritikákat, nem a médiatörvény kapcsán, más ügyek kapcsán lehetett olvasni Csehországtól. És hát ne bízzuk el magunkat, hiszen a rajtunk, ránk ragasztott címkékhez hasonló szinte mindegyik népnek van a szomszédságban, ugye nem olyan régen olvastam, ugye, hogy minden lengyel antiszemita, egy könyv kapcsán írták, ugye a szlovákok az a klérofasiszták, a horvátok usztaság természeten. Nagyon hasonló az, ahogy a nyugati világ rólunk gondolkodik, ugye részomnyos szervek, ugye tolvaj románok, stb. Stb. Ezek nagyon, nagyon hasonlók. Mi természetesen a szomszédokkal valahogy más kategóriában kezeljük a rólunk alkotott nyugati elképzeléseket és a szomszédokkal kapcsolatos kölcsönös előítéleteket. Na most, ami egy nagyon lényeges dolog, ami egy közös közép-európai feladat, nevezett ez pedig az európai emlékezet. Hiszen az európai emlékezet és annak a kánonja, amit az iskolában tanítanak, és ami benne van a köztudatban, a politikusok agyában benne van, ez nagy részben az első és a második világháborúról kialakított képnek a sémái vannak benne, tehát ugye Magyarország egy nagyon negatív ilyen történeti asszociációkat kelt, Horvátország szintén, természetesen bizonyos értelemben, egyáltalán az egész térség. Hát ez egy reakciós, klerikális, elmaradott, antiszemita, rasszista térség volt, ugye két világháború közötti nyugati szemmel, de különösen a második világháború alatt, hiszen a második világháború alatti nyugati szövetségeseknek meg kellett magyarázni a saját közvéleményüknek, hogy miért árulták el ezt a térséget. 1939-ben Anglia és Franciaország azért lépett háborúba, hogy megvédje Lengyelország szuverenitását. Kiderült, hogy nem tudják megvédeni, meg kellett magyarázni. Tehát ezért ezt a mi térségünk egészéről, ezt a negatív címkét azt nagyon szívesen hangoztatták, és néha most is hangoztatják. Egy oldalú az európai történeti emlékezet, mert csak az egyik totalitárius diktatúrára emlékezik. Tudjuk, nem olyan régen volt kezdeményezés, hogy együtt ugye a nácizmusról és a kommunizmusról együtt. Amíg ebben nem sikerül változást tenni, addig küzdeni kell ezért, de csak együtt lehet küzdeni. Ez a lengyeleknek épp úgy érdeke, mint a balti népeknek épp úgy érdeke a térség többi országának is. Tehát a két totalitarizmus emléke. Következő térdésem, hát ezt már unalom nagyon sokat hallhatták tőlem, akik ismernek, nem ismerjük egymást. Se a tankönyvekben, se a tömegtájékoztatásban, ha végignézzük, katasztrofális a helyzet. Nem csak nálunk. Ez az egész térség minden országában hasonlóan alakul. Nyugati szemüvegen nézzük egymást, mi nem ismerjük őket, ők nem ismernek bennünket. Kérem szépen, 7 országgal vagyunk szomszédosak, ebből 5 szláv ország. A szlavisztika, az egyetemi szlavisztika katasztrofális helyzetben van Magyarországon. Ugye ma már hallgatók természetesen a bölcsészkaron se tudják a cirill betűket olvasni, nem feltétlenül magyar érnek. Külpolitikai, külgazdasági szakemberekre van szükség, kulturális diplomatákra, akik ismerik ezt a szomszédos világot. Nagyon rosszul állunk ebben a helyzetben, ebben a tekintetben. Pedig Közép-Európa éve ez, hiszen az első fél évben Magyarország az Európai Unió soros elnöke, második fél évben pedig Lengyelország. Itt nagyon komoly lehetőségeink vannak, hogy kialakítsuk a közös érdekérvényesítésnek a mechanizmusait. Harmadik Európa, ez egy föladott lecke. Föladott lecke. Egyeztetés, ugye az energiabiztonságtól kezdve külpolitikai kérdésekig, a szomszédság politikáig. Ugye a lengyelek néhány évvel ezelőtt, magyar sajtó alig írt elő, Svédországgal együtt ugye meg létrehozták az úgynevezett keleti partnerség programot, ugye, ami balti országoktól, de Fehér Oroszországtól egészen Ukrajna keresztül Moldváig tart.
energiabiztonság kérdését már többen mondták, én is újból alhúznám, és azt is, hogy Oroszországhoz más a viszonya a térség országainak, mint a nyugati nagy országoknak. Ugye megépítették a gázvezetéket, a Nord Stream-et, ami ugye Oroszország, amely kikerüli Lengyelországot, nehogy ezen a térségen. Ezt tudjuk a történelemből, hogy sokszor előfordult már, hogy Oroszország partnerségét, gazdasági politikai kapcsolatait Párizsban vagy Berlinben sokkal többre értékelték, mint ami következnék a mi érdekeinkről. Tehát vannak lehetőségek, megmondom őszintén, én 20 évvel ezelőtt optimista voltam, Közép-Európát tekintve ma már inkább mérsékelten pesszimista. Befejezésül pedig idézni szeretném egy cseh kollégánkat, barátunkat, aki január 17-én egy eléggé vitriolos cikkben támadta a brüsszeli magyar szőnyek körüli vitákat. Ugye megírja azt, hogy hát azért a magyarok 1000 éves állama, hát erre nem lehetnek büszkék a magyarok? Írja Bohumil Dolezsál a prágai Lidové Noviniban. És az ő cikkének a befejező soraival szeretném én is befejezni ezt a rövid hozzászólást. Idézem, a közép-európai nemzetek kiegyezéséhez és igazi megbékéléséhez, a régió végleges megszilárdításához szükség van arra, hogy az egyes nemzetek azt is elismerjék, nem volt minden tökéletes, amire múltjukból büszkék, és azt is belássák, hogy abban is lehettek pozitívumok, amit a szomszédoknak a szemére vetnek. Köszönöm a figyelmet!